Pápáról kora reggel indult a csapat busszal és teherautóval, majd a fertőrákosi határátkelőnél állt össze a társaság. Az elmúlt évben határoztuk el, hogy miután voltunk már a francia partnervárosunkban, Lunéville-ben, most Magyarországra, Pápára jövünk. Miután itt ez évben ünneplik az 1956-os forradalom 50. évfordulóját, mi ezzel a túrával kívántunk tisztelegni. Bár a nagy többség modern, drága kerékpárokkal jött, Magvasi Szabolcs az évforduló tiszteletére az 50 évvel ezelőtti kort idézte fel szerelésében. Hát gyenge a mezőny, de hát csak bírnak jönni, hát bizok benn. A fertőrákosi kőfejtő és a Röjtökmuzsai vízimalom megtekintése is belefért a programba, majd Pápára érkezés után közösen megkoszorúzták a várkastélynál lévő kopjafát. Vasárnap igaz már autóbusszal a Somlóra és a Balatonhoz kirándult a társaság, majd a német partnervárosiak meghívták a pápaiakat október 28-ára a schwetzingeni megemlékezésekre. A Dália Rallit 15 évvel ezelőtt egy cseh kempingező szervezte meg először, aki azt látta, hogy pihenés nyaralás közben a jókedvű találkozókon nyoma sincs a gyakran emlegetett nemzeti ellentéteknek. Az ötlet onnan jött, hogy én nagyon régi karavanista vagyok, és úgy gondoltam, hogy miből bizonyíthatjuk, hogy a visegrádi négyek közt igenis létezhet egyetértés, és ez a találkozó minden évben ezt igazolja. Magyarok, szlovákok, csehek és lengyelek gyülekeztek jókedvűen a jubileumi találkozó ünnepélyes megnyitójára, ahol Unger Tamás, Pápaváros alpolgármestere köszöntötte a kemping vendégeit, közel 250 családot. A találkozó résztvevői számos program közül választhattak. Volt városnézés, pannonhalmi kirándulás, tábortűz, gulyásparti és karaoke show is. És természetesen a Várkertfürdő is zsúfolt volt a hétvégén.